Tehát a főpapnak egy évben egyszer magáért és az egész népért kellett egy engesztelő áldozatot tennie. Ez az áldozat elfedte a bűneiket Istentől, és Istennek nem hozta el a büntetését. De nézzük a következőt. Jézus vére azonban egy teljes engesztelést hozott. Ugye azt olvassuk az előbb a Róma 24-25-ben, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul. Ki volt Jézus Krisztus? Egy engesztelő áldozat. Ahogy a főpapnak le kellett tölni a tulkot és a bakot, Jézus Krisztus egy engesztelő áldozat volt. Az ő vére egy engesztelő áldozat volt, ami azt jelentette, hogy Jézus Krisztus vére által Isten teljesen és tökéletes módon eltörölte a bűneinket. Isten Jézus Krisztus vérébe való hited miatt teljes mértékben eltörölte az összes bűnödet. Amen. Soha többé nem emlékezik meg róla. Ez miért fontos? Mert hogyha te elfogadtad Jézus Krisztust uradnak, megvallottad a száddal Úrnak, és elhitted, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor tudhatod, hogy Jézus a te számodra engesztelő áldozat volt. És Isten elfelejtette a bűneidet. És hogyha az ördög jön azzal, hogy téged megpróbál emlékeztetni a bűneidre, akkor mondhatod neki, hogy nem. Engem már nem tudsz ezzel becsavarni. Mert Jézus Krisztus teljes és tökéletes engesztelő áldozat volt a bűneimre. Jézus Krisztus vére miatt Isten teljesen eltakarította a bűneimet, megbocsátotta és eltörölte. Amen. Fontos lesz az életedben a győzelmekhez az, hogy legyen neked üdvbizonyosságod. Hogy tudjad, hogy te elfogadottál lettél Isten előtt, és Isten minden bűnödet megbocsátotta. Muszáj ezt tudnod, mert ha nem tudod, az ördög a hazugságával be fog téged rekeszteni, és meg fog állítani. Mert azt fogja neked mondani, hogy hát Isten ezt a bűnödet nem tudja megbocsátani, ez akkora bűn. Tudjátok, hány keresztény szenvedettől? Ó, nem vagyok méltó, hogy Istenhez menjek. Olyan bűnt követtem el régen, amit még Isten se tud megbocsátani. De az Isten igéje azt írja, hogy Jézus Krisztus az egy tökéletes, engesztelő áldozat volt minden bűnödért. Minden bűnödért. Mondd, minden bűnömért. Minden bűnömért. Istennek volt egy jogos igénye arra, hogy a bűn büntetést kapjon. Tehát Isten az ő szentsége miatt és igazságossága miatt egyetlen egy bűnt sem hagyhat büntetés nélkül. De az ő büntetés iránti igényét, hogy meg legyen büntetve a bűn, azt ő teljes egészében Jézus Krisztusra helyezte rá. Teljes egészében Jézus Krisztusra helyezte rá. Jézus Krisztus fizetett az ő életével és vérével a te összes bűnödért, és ezért Isten a te kezedből már nem kér számon semmit. Mert ő már megbocsátott és eltörölt az összes bűnödet Jézus Krisztusban. És a benne való hit által te teljes engesztelést nyertél. Amen. Azt mondja, hogy tehát Jézus vére szerezte meg az engesztelést, a bűnök teljes eltörlését, a zsidókhoz írt levél 10. rész 4-es vers. Írjátok föl az igéket, hogy utána tudjatok nézni. Zsidókhoz írt levél 10. rész 4-es vers. Azt mondja, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azt mondja az ige, hogy lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Ezért kellett évente újra és újra megcsinálni. Mert nem eltörölte a bűnöket, csak elfedte. De nem tudta eltörölni a bűnöket. Majd a zsidókhoz írt levél 9. rész, 24-es, 26-os vers. Fú! Értitek az engesztelést? Hogy miért fontos az, hogy tudjad, hogy Jézus Krisztus vére teljes és tökéletes engesztelés szerzett a számodra? Az engesztelés azt jelenti, hogy a bűnnek a megbocsátása, a bűnnek az eltörlése. Teljes engesztelést kaptál. Egyetlen egy bűnödről sem emlékezik már meg az Isten. Egyetlen egyről sem. Mert amikor elfogadtad Jézus Krisztust megváltódnak, uradnak, elfogadtad az ő engesztelő áldozatát, Isten abban a pillanatban eltörölte a bűneidet. Amen. Hát ez az örömér, ezzel örvendezni kellene, halleluja, hát végre, de jó, az Isten eltörölte minden bűnömet, szabad vagyok.